Énekkel és zenével köszöntötték a bogyiszlói zenekar tagjai, valamint helyi hagyományőrzők a falu Szombaton beiktatott református lelkészét. Igaz, Melinda Sára a község 43. lelkipásztora, és egyben az első nő is, aki ilyen szolgálatot vállaltott. Másfél éve érkezett a településre, azt mondja, a tájat és a helyeket egyből a szívébe zárta. Különösen megkötötte, hogy a mostani ünnepi istentiszteletre is hetekig készültek a bogyiszlóiak. Tényleg, mint ahogy egy lakodalmat régen megszerveztek itt Bogyisztón, hát itt régen több száz fős lakodalmak voltak. És akkor ebbe így egy kicsit így betekinteni, hogy milyen az, hogy be kell szerezni a tyúkot, le kell vágni a birkát, ki az, aki esetleg a süteményt süti. Tehát ezek az ilyen hétköznapi dolgok, apró dolgok, de amiből összeáll egy nagyon szép dolog. A frissen beiktatott lelkészasszony, aki 25 éve választotta ezt a hivatást, tele van tervekkel. Most éppen helyi gyerekeknek szerveznek nyári tábort. Mozgékony emberek, mozdítható emberek, nyitott emberek az itteniek, és szívesen mennek. És a gyerekeknek is ez nagy élmény, és olyan jó, hogy az egyházi táborok és az egyházi rendezvények előtt nyitottak ők. Az ünnepi istentiszteleten a bogyiszlóiak mellett az egyházak képviselői, valamint politikusok is részt vettek.